Sziasztok, elérkeztünk az első szünetig. Nincsen semmi nagy történés. Alapvetően néhány kisebb potban voltam benne. Általában nem flopoltam semmit, általában el kellett dobnom. Úgyhogy a 2 millió 9-ről lementem 2 millió 5-re, de semmi vész. A nagy vak az most volt 50 ezer, úgyhogy gondolom 60 ezerrel folytatjuk. Az azt jelenti, hogy ilyen 40 pár nagy vakkal kezdjük. Az asztal az elég kemény, ráadásul a chip leader ül a balomon, és egy másik nagyon kompetens francia-algériai talán srác ül velem szembe, szintén nagy stack-kel, úgyhogy ez nem az az asztal, amit szét lehet terrorizálni, viszont a rólam kialakult kép az az első vakszintek alapján elég feszes, úgyhogy el tudom képzelni, hogy a későbbiekben, ha lesz helyzet, ahol ezzel vissza tudok élni, akkor talán egy kicsit többet dobnak, mint hogyha randalíroztam volna az első vakszinteken, de alapvetően próbálok jól, kreatívan, bátran játszani. Ez az a szakasza a versenynek, utolsó három asztal környékén vagyunk, 28-an állunk jelenleg, amikor nem szabad rálépni a fékre, hanem minden határeset helyzetet valószínűleg érdemes bevállalni, amikor agresszív tudsz lenni, mert többiekre már nagy nyomást lehet helyezni, és még nincsen akkora cél, mint mondjuk a 15 főnél, vagy a döntő asztalon. Úgyhogy ez a terv, várom a helyzeteket, ha adódik, akkor igyekszem meglépni. Ne legyetek nagyon csalódottak, hogyha nem tudom, 5 perc múlva jelentkezem azzal, hogy 28. lettem. Az is benne van a pakliban, de nyilván ez még mindig egy nagyon reménykeltő helyzet.